Közönségünk. Még egyszer. Ez úgy, hogy a televízió. Szóval, kedves közönségünk, szeretettel köszöntöm Önöket a ma esti előadásunkon. Jean Labiche, Ilyen a világ című színdarabjánál. Érdekes dolog az, hogy a müncheni Magyar Katolikus Misszió színjátszó csoportjának ez egy többszörös jubileuma, tudnélik. Ez az ötödik előadás, amit együtt eljátszunk, és azért is érdekes az, hogy ma az ötödik előadása, és úgy néz ki egyelőre utolsó előadása ennek a színdarabnak. Már kétszer előadtuk itt, egyszer Augsburgban, egyszer Nürnbergben, és most itt utoljára nagyon örülök annak, hogy valóban igazuk volt azoknak, akik azt mondták, hogy erre az előadásra még szükség lesz itt Münchenben. Tehát nagyon, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és a végén, hogyha tetszett, akkor természetesen az adományaiknak is majd örülni fogunk. Köszönöm szépen! Tehát bárki keresi, nincs itthon. Igenis, uram. Hallottad? Nincs itthon. Hát pedig itthon van. Ha egyszer mondom, hogy nincs, akkor nincs. Hát ha maga mondja. Jaj, ha tudnák, milyen vad és kellemetlen a gazdám. Az adlegények általában léha, mókás fickók, de ez... Nem barátkozik senkivel. Kerüli, sőt, gyűlöli az embereket. És napfénytelen, sötét zugokban tanyázik. Mint egy vakondok. Vagy még inkább visszahúzódva él, mint egy csiga a házában. Most, ha nem tudnak, éppen borotválkozik. És borotválkozás közben mindig megvágja magát. Oh! Hogy elállítsa a vérzést, pókhálók után szaladgál.
de mivel mindig gondosan leszedem, ezért nem talál. Ilyenkor aztán zsörtölődik, meg morog egész nap. És ez még nem minden, mert hobortos is, vagy rigolyás, ahogy jobban tetszik. Borotválkozás után ugyanis visszafekszik az ágyába, és fülére húzza a dunyhát. Későn kell, sokszor délben, még többször délután. Azt mondja azért, hogy még kevesebb ideig kelljen látni a fele barátait. Jesszus, fele barátairól jutott eszembe. Elfelejtettem sárgarépát venni az úr papagájának. Pityuk az egyetlen élőlény, akit szeret itt lent a földön. Vagyis ahogy ő hívja, a síralom völgyében. Na, Pityuka, te kis édes, szereted a kockacuk? Hát meg szépen a kezemből. Ó, az ő, a gazdám. Jelenleg éppen dühös valamiért. Ahogy a csengőt rázza, abból tudom, milyen hangulatban van ma. Jelenleg kitörőfőben van a balhé. Jobba szedem a sátorszámat. A köszörűs, kitől vettem ezt a micsodát, azt mondta, hogy olyan éles, mint a beretva. Au! Dehogy éles! Hisz ez se nem vág, se nem húz! Legfeljebb csak nyúz! És még ezek után! Azt kívánják tőlem, hogy szeressem az emberiséget. Még mit nem. A világon minden csak szempényvesztés és hazugság. Mindenki rabló és csal. Egy példa. Tegnap elmegyek hazúról, és három lépésnyire a házamtól ellopják a nyakkendőmet. A francot, a zsekkendőmet. Bemegyek egy boltba, hogy másikat vegyek helyette. A kirakatban dolgott egy tábla. Englis spakend. Hát azt hiszik, angolul beszéltek. A fenét. Magyarul. Meg azt is láttam kiírva. Szabott árak. Mire én elkezdek alkudozni. És tudják, mi történt? Tüstént leengedtek egy pengőt. Hát nem aljasság ez, hiszen hazudtak. Mindegy, kifizetem a zsebkendőt, kint megszámolom a visszajáró pénzt. Hát persze, hogy egy pengővel becsaptak. És még ezek után azt kívánják tőlem, hogy szeressem az emberiséget. Ne. Nem és nem! A világon mindenki csak rabló és csaló. Csak hogy nyüglőd itt. Nem lehet ám a végletekig átejteni. Én is kieszeltem ám valamit. Védekezésül. Van néhány
jó barátom. Mondhatnám, mind egytől egyig akasztani való gazember. Na, ezek ma eljönnek annak ürügyén, hogy a névnapomon felköszöntsenek. Pedig csak ocsmány és álnok jó kívánságaikkal akarnak traktálni engem. Na de, bennem aztán emberükre találtak. Én is kieszeltem ám valamit. Olyan lesz a fogadj Isten, akárcsak az adjon Isten. Az egyik fogás például tejbe rizs. Tej és rizs. Nélkül! Éjfélkor fölugrom az asztal tetejére, és onnan fogom a pofájuk barikótozni. Mind csirkefogók vagytok és nyikhajok! A pofátokat sem akarom látni többé! Tűnés, tűnés! De gyorsan! S ha majd mind elkotródtak, még a szobát is kifüstölöm utányuk tömjénne. Meg beszórom illatszerekkel, mert a szagukat se bírom. Még megfázom ebben a könnyű kis kabátban. Úgyis olyan rosszul aludtam az éjjel. És micsoda álmaim voltak. Azt álmodtam, hogy megcsókoltam egy ítélet végrehajtót. Két vasorú bábát és három ügyvédet. Micsoda álom, egészen beleizzadtam. Komolyan mondom, egyfolytában eheti az embert a méreg. Tegnap kísérletképpen gondosan megszámoltam. Pontosan 5 darab volt benne. És most 1, 2, 3, csak 4 van. Egy felszívódott. Gondolom örökre. Akárcsak a pénztárcám. 4 darab. Ropogós. Ezres bankóval. Pedig itt esett ki valahol a zsebemből a házban, vagy a lépcsőházban. Fogadtam is magammal egy közepes minőségű szivarban, hogy nem hozzák vissza. És tudják, mi történt? Megnyertem a fogadást. Ó, emberek, emberek, hogy ne lássalak annyit, inkább visszafekszem. Még nem. Előbb azonban kirakom valamennyi szolgám szűrét. Ki én? Elvégre is már 5 napja rontják nálam a levegőt. Elegem van belőlük. Uram? Gyere csak közelebb, galambocskám, gyere csak! Úgy látszik, ma jó kedvében van az öreg. Szeretném, ha megnéznéd, milyen az arcom ma reggel.
Üde, uram! Üde, mint a rózsabimbó! Igen. Hazudsz! Sárga vagyok, és fonnyadt, meg kékes-zöld. Katrogy! De uram! Ki vagy rugva? De uram! Üde, mint egy rózsabimbó. Üde, mint egy rózsabimbó. Bimbo. Bimbo. Üde, mint egy rózsabimbó. Bimbo. Bimbo? Bimbo. Vigyük a... Még ilyet. Ötjuka, te mit szólsz ehhez? Üde, mint egy rózsabimbó, mi? Bimbo. Bimbo. Ó, ha rózsabimbó lehetnék. Üde, mint egy rózsabimbó. És ezek után még azt kívánják tőlem, hogy szeressem az emberiséget, ha? Egy rózsabimbó. Rózsabimbó, rózsabimbó. Üde, mint egy rózsabimbó. Most mit csináljunk? Mondd meg nekem! Te mit mondasz? De mint egy rózsabimbó? Igen! Azt mondja ő is, üde, mint egy rózsabimbó. Hát ez is hazudik. Üde, mint egy rózsabimbó. Na, most pedig kiteszem a másik szolgám szűrét is. Kén! Gyere csak közelebb, barátocskám, gyere csak! Te olyan tisztességes vagy. Nagyon tisztességes. Tehát nyilvánvalóan nem hazudsz. Szeretném, ha megmondanád nekem őszintén. Ha megnősülnék, nem szarvazna fel a feleség? Dehogy, uram! Aha. És gondol, mit gondolsz, miért nem? Hát, mert igen, kedves az úr, és rendkívül szeretetre méltó. Persze. Nagyon jó szó. Bevette a kefét. Barátom, képzeld, tegnap kint jártam az állatkertben, és beleejtettem a tóba, a krokodilusok közé a nyakkendőtűmet. Szeretném, ha visszahoznád. Én? De be nem mer tennéd a lábad addig, amíg a nyakkendőtűmet vissza nem hoztad! Úgy értsem, hogy el vagyok bocsájtva. Erről szó sincs. Csupán arra kérlek, hogy hozd vissza a nyakkendőtűmet. Kotrogy! Erígy már! Előbb azonban kürdbe Szilvit, na? Hivatott az úr. Természetesen. Gyere csak közelebb, kicsi Szilvi, gyere csak! Tessék, itt vagyok. Azért hivattalak, hogy megmondjam neked, eddig nem nagyon becsültelek.
De időközben rájöttem, hogy sok nagyszerű erénnyel rendelkezel. Például képmutató vagy, hamis és hazudozó. De uram. De nehogy azt itt, hogy érezd most. Szemrehányásképp mondom. Épp ellenkezőleg. Roppantól örülök, hogy ilyen vagy. Ezért itt maradhatsz nálam, amíg csak élek. Milyen jó hozzám az úr. Dehogy vagyok. Azért kell lesz csak, hogy legyen a szemem ügyében, meg a kezem ügyében egy élő példatár. Hisz te benned mindenféle vétek és bűn valamennyi hitványság testet öltött. Engedelmet, uram. És ha egy véletlenül egy gyenge pillanatomban ellágyulnék, ha valakinek már-már hinni szeretnék, akkor csak rád nézek, és már is tudom, hogy az egész világ hitványság, vétek és bűn. Hisz mindenki olyan, mint te vagy. Én. Csak ennyit akartam közölni veled, drága jó Szilvim. Most pedig eredj vissza a konyhába. Garázd a üzelmeit helyszínére. Milyen különc. És olyan körbenfontan fogalmaz. Csak hogy a helyre meg, úgyhogy maradok. Dél van. A legjobb lesz, amit tehetek, hogy lefekszem. Okvetlenül beszélnem kell vele. Mindössze néhány szó az egész. Engedjen csak be. Mi az, hogy nincs itt van? És az a cipő benne a lábbal, az kicsoda? Fennhéjasi! Vagy az ördög mindig! Jó napot, kedves barátom! Kedves barátom! Köszönettel vettük! Fennhéjasi! Köszönettel vettük a meghívóját ma estére. Úgy hívlik, remek estély lesz. Én is remélem. Meglepetésről is gondoskodtam. Komolyan? Pontban éjfélkor nagyon jól figyeljen. Ekkor ruglak ki valamennyi ötöket, álnok csirkefogók. Na, az isteni lesz. A feleségem imádja az estélyeket. Ó, Fennhéjasiné. Imádja. Van fogalma arról. Milyen csinos asszony a felesége. Láttam már csúnyábbat is. Nem is csinos. Egyszerűen. Elbűvöl. A haja. A szem. És az alakja. És mondja, erényes is. Tessék! Hogy magának mindig van kedve viccelni. Pedig iszonyatosan sok asszony van ám, aki nem erényes. Itt a városban. Ugyan. Kamcsatkában. Miért éppen nekem mondja ezt? Nyüglődi, hallotta hán van hamit? Én? Ugyan. Ha hallottam volna, megmondanám. Ahogy egy barától, egy ilyen igazi jó baráttól el is várja az ember. Drága jó Nyüglődi, én úgy örülök, hogy láthatom. No fene, már ölelget. Mindjárt előrukkol a kérésébe. Ennyi, ha már itt vagyok, szeretném megkérni egy kis szívességre. Na mit mondtam? 4000 pengő kellene mához egy hónapig. Ma reggel láttam egy lovat. De olyan lovat. Meglátja, a következő verseny győztese lesz. Jelenleg azonban nincs
dohányom. Érti, ugye? Aki segítene. Fenhéjasi. Szeretném, ha megnézné, milyen az arcom ma reggel. Szegény ember, nem húzza már sokáig. Nem bánja, ha megmondom az igazat. Üte, egy kamasz arca sem üdébb. Köszönöm, Fenhéjasi. Csirkefogó. Utolsó csirkefogó. Ha ide adná azt a 4000 pengőt. Most nem lehet. Ha talán később visszajönne, várok egy nagyobb összeget. Hát, maga igazán nagyon kedves. Rég láttam ilyen jó színben. Meglátja. Legalább 100 évig élni fog. Adjö. Képes 100 évet hazudni. 4000 pengő miatt. Csirkefogó. Utolsó csirkefogó. Uram? Szilvi? Fenhéjasi úr keresni fog egy óra múlva. Mondd neki azt, hogy a fővárosba utaztam. Csirkefogó. Értettem, uram. Csirkefogó. Utolsó csirkefogó! A fővárosba utazott. Nekem mindegy. Mi lesz az estéje? Nyugleni polgár! Fontanálom! Makacsi úr, hogy merészel ide ebbe a szép szalomba vödröstő bejönni? Hogy merek? Én vagyok a vízhordó gyerek. És reggel éjjel ezt trikoltom. Emberek! Vizet vegyenek! És erre mondom a rímet. Friss vizet vegyenek! Ebből veszek magamnak kenyeret! Emberek! Vizet vegyenek! Ejha, de izmos fickó, ez igen. Még mindig nem tudom, mit akar. Van egy-két szavam a polgárhoz, ami csak rátartozik. Titok? Az. Na mégis, miről van szó? Azért jöttem, hogy elmondjam neki. Hogy elmondja neki? Hogy a Duna még mindig a Lánchíd alatt folyik el. Hogy van a milyen krücsent? De az az ember most nem lehet beszélni, a szobájában alszik. No, hát ha alszik, majd én felébresztem. Emberek! Vizet vegyenek! Törted be! Emberek! Lesz itt nekem az úri, ha nyuglődjön fölébred? Emberek! Jobb is, ha leszel elek. Miféle állat üvöltözik itt? A vészhordó. Te vertél föl, te hatökör. Jó, de hiszen dél van. Ilyenkor csak a naplopók, meg a széltolók alszanak. Széltolónak tart? Mit akarsz tőlem? Nem vesztettél véletlenül ma délelőtt valamit? Dehogy nem. Hol? Valahol itt a lépcsőházban. Mi volt az? Egy érattárca. A színe? Piros szatyán. A tartalma? 4 darab ropogós ezres bankó. Valóban a magáé. Tessék itt a piros szatyán bőrtárcája. Nincs más mondani való, mi jót szakált. No hát, ilyet még nem pipáltam. Ráadásul tartozom magamnak egy közepes minőségű szivarra. Hát ez meg hová megy? Hé, vízhordó! Gazd uram! Ne feledkezz meg az ilyenkor szokásos csekélyke kis jutalomról! Jutalomról?
Megkapnék én jutalmat. Mert visszahoztál nekem 4000 pengőt. Ezért nem volt nehéz. Még hogyha apró pénz lett volna. De így nem kell nekem ezért semmi. Még mi a fészkes figyfenét nem. Értem én, értem. Ismerem ezt a trükket. Jó, meg akar fejni a pimasz, csak azért mondja. Nesze, itt van 40 pengő, dug zsebre. Nem kül. Én alföldi gyerek vagyok. Arra mifelé tisztességesek az emberek. 100 pengő. Azt mondtam, tegye el. 1000. Hagyj abba! Nagyon laposra kalapálom a képit, mint ez a bankó, hogy aradja verje ki. Micsoda őszinte, szívből jövő felháborodás. Ember, hogy hívnak? Makacsi. 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 Te egyszerűen fenséges vagy. Fenséges az öreg apád, hogy a ragya verje ki. No, nyugodj már meg végre! Így bánni az emberre? Csak azért, mert őszinte, mert nem tud hazudni. Mit mondta? Bolond. Hogy nem tudok hazudni? Hogy nem tudsz hazudni? Viszordó! Szeretném, ha megnéznéd, milyen az arcom ma reggel. Milyen? Ronda! Nagyszerű! És mondj csak, de őszintén, nem? Ha megnősülnék, nem szarvozna fel a feleség? Na, már az első pillanatban. Remek! Végre egy igazmondó! Mintha csak hájjal kenegetne. De rég éreztem ilyen jó magam. Beszélges, beszélges velem, vízhordó. Nincs nekem időm az ilyesmire. Különben is a vevőim már várnak. Isteni ötlet. Egy óriási koncepció körvonalai kezdenek kibontakozni agyamban. Mondd csak, vízhordó, mennyit keresel te azzal, hogy hordod a vizet? Hát úgy, 31 krajcárt naponta. És ebből megész? Persze. Igénytelenség, makacsi a neved. Csak a hajdani időkben voltak ilyen emberek. Tudod, mi hiányzik az életemből? Hát, mi? Egy barát. Nem egy. Szeretnél a barátom lenni? Napi 5 pengőt kapnál, érte? És persze kosztot és kvártét is. Mit kéne nekem azért tennem? Meg kellene mondanod az igazat. Az igazságot lehetetlenül. És ezért fizetne. Ezért a naplopásért. Na, nem olyan könnyű mesterség az mégse, mint hiszed. Egész nap lesben kellene állj. És ha valamilyen hazugság felüti a fejét a házban, csak rácsapsz, és azonnal kitekered a nyakát. Fura egy megbízatás, mondhatom. És ha esetleg éppen maga hazudik? Akkor meg pláne. A jelszavad az legyen, nem ismerek irgalmat. No, áll az alkú, csapját a tenyerembe. Hogy áll az alkú? És ha esetleg maga egy szélhámos? Szélhámosnak tart. De bájos ember. Még, mondj még nekem ilyeneket, de ne kíméld a nyelved!
Ha egy hét múlva eszébe jutna, hogy ki akarja rakni a szűrömet, akkor mi van? Én! Soha! Á, addigra elveszítem a megszokó bevőimet, a megélhetésemet, kenyeremet. Nem. Jobban szeretem én annál a mesterségemet. Na, ne hagyj itt, makacsi! Te! Kegyetlen! És ha a becsületszavamat adnak? A becsületszavak úgy olvadnak el, mint napon a hó. Imádom, ahogy gyűlölöd az embereket. Ezt a fönséges megvetést. Tanulni járhatnék hozzá. Azt. Akkor kössünk szerződést. 3, 6 vagy 9 évre. Na, melyiket választod? Na, meglátjuk. Ahogy parancsolod. Szerződést mondod. Megmondtam. Ugye? 5 pengőt mondott naponta. Uh-huh. És azon felül azt is belevesszük a szerződésbe, hogy aki megszegi, komoly bánat pénzt fizet. 600 pengő. Na, az kevés. Mondjuk 30 000 pengő. A fenét. Így soha többet nem tud megszabadulni tőlem. Nem. Én már alá is írtam. Itt. Szignált kérlek. Egy pillanat. Talán nem bízol bennem. Nem, mintha nem bíznék, csak megnézem, hogy a napi 5 pengőt is beleírta-e. Esküszöm, még életemben nem találkoztam ilyen őszinte emberrel. Itt van, megtaláltam. Akkor hát aláírom. Uram, miért zavarsz? Nem szeretem, ha zavarnak, amikor a barátommal vagyok együtt. A vízhordóval. Szíves tudomására hozom, Szilvi kisasszony, hogy ez az ember nem vízhordó többé. Előléptettem barátommá, hogy aragja meg! Igen, napi 5 pengőért! És teljes ellátásért. Erről jut eszembe. Hány fogásos lesz az ebéd? Ha végig hallgatod, mit költött Szilvi kisasszony a piacon, akkor megtudhatod. Jaj, de előbb még valamit kérni szeretnék, mert ugyebár én őszinte vagyok. Ki vele? Unom már ezt a magázódást. Hadd tegezzelek. Hiszen te is tegezel engem. Persze, ezt eddig meg sem mertem kérni tőled. Tegezzél csak nyugodtan, agyaragya verje ki! Kösz! Szilvi kisasszony, hadd hallom, mit költött a piacon. Ha lennél olyan kedves, ide engedi a Szilvi kisasszony. Kenyér, 3 pengő. 3 pengő a kenyér? Meg mi a fészkes figyfenét, ne? Újra drágább lett. Újra drágább lett? Szűzérmék, 7 pengő 50 krajcár. A szűzérmék,
7 pengő, 50 krajcán. Meg mi a fészkes figyfenét nem? Pedig megdrágult. A szűz? Nem. Az érmék? Az élet. Káposzta és egyéb főzelék, 40 krajcár. Csirke, 10 pengő. Na ez aztán sok! Hogy a ragyar erre ki a fészkes figyfenét? Jesszus! Nem lett drágább a kenyér? Te a hús se! Nem emlékszik rá, hogy éppen ott voltam a baromfi kereskedőnél, amikor megvette? Mindössze 2 pengőt fizete. Miért akar lejáratni? Hát, van szíve meglopni ezt a derékember? Én meglopni? Uram! Nem igaz. Uram! Melyik állat keletre gondolni? Mit akarsz tőle? Katrogy! Nem látod, hogy el vagyok foglalva? Kifelé! Ne merjél nekem azt mondani, hogy hazudok! Na, leveszek egyetek! Van egy csodálatosabb rendező az életnél. Éme. Az egyik oldalamon az igazság. A másikon a hazugság. És középen nyíglődi. Igattan és derűsen. De akkor is csak 2 pengőt fizete? Igen, majd megmagyarázom az úrnak. Akacsi, egyszerűen óriási voltál. Eztán velem ebédelsz mindig az én asztalomnál. Na, eredj, öltözz át mielőbb. Persze, hogy átöltözök. De akkor is csak 2 pengőt fizete. Szilvi! Uram! Jöjjön csak közelebb, gyermekem. Hát így állunk. Lopkodjuk nyüglődi papa pénzét, he? Uram, engedje meg, hogy elmondjam az igazságot. Az igazságot? Istenieket tudsz mondani. Azt parancsolta, hogy az estére vegyek, édes kis házi szarkán. Pedig én tisztességes lány vagyok. Persze. Persze, hogy az vagy. Mondjad, mondj csak. Mennyi pénzed is van a takarékban? 2000 pengő. Na, ez kedves. Nagyon kedves. Egy évre a béred 300 pengő. És te mindössze 8 hónapja vagy a szolgálatomban. Nagyon kedves. Esküszöm, őrülten tetszel nekem úgy, ahogy vagy. Nemrég örököltem. Azt mondtad, örököltél? Nesze, itt van 5 pengő, amiért ilyen jót szóltál. Imádom a beköpéseidet. Valahányszor így elszórakoztatsz, mindig megfizetem. Látom, megrendült az úr bizalma bennem. Hogy mondtad? A bizalmam! Elég! Most már elég! Az utolsó vasam is rád megy! De meg miért? Hirtelen, mintha egy keréke kevesebbje volna. Végrehajtottad pontosan az utasításaimat? Úgy lesz minden az estéjén, ahogy megparancsoltam? Hát... Igen, uram. Nem merem neki megmondani. Remélem a borok zavarosak, seprősek. Természetesen, uram. Nagyon jó. Kedves barátaimnak az is jó. Na és a sütemények? Egy hete sütöttem őket. Kár, hogy ilyen frissek.
túl frissek. Na és a tejber is? Én is nem tettem bele. És tejet? Azt is kifelejtettem. Nagyszerű! Akkor mi van benne? Sóder uborkalében. Remek! Minden esetre mustárral tálalt! És ami a gyertyákat illeti, takarékoskodj velük. De uram! Mit sírsz? Te nem fizetsz rá! El is számolhatod nekem, mintha csak ugyan megvetted volna őket. Na. Most pedig eredj! Adjő, te kis ribi! Te bankbetétes koldusasszony! Adjő! Csak kerülj még egyszer a kezeim közé, te széllel bélelt alak! Bizisten megemlegeted! Makacsi! Csak nem bánt valaki veled tiszteletlenül? Dehogy nem. A portás. Hogy jövök el a fűkéje előtt, hallom azt, hogy a Nemzeti Gárda dobosának, Nyüglődi úr, már nem lakik itt. A régen elköltözött. Hát persze, így beszéltük meg. Erre én utána rohantam, és azt mondtam neki, nem igaz, igenis itt lakik. Balfác! Hagyja csak ide a behívó levelét, majd én kézbesítem neki. De azt mondta, ez nem rá tartozik, nem adhatja ide. Akkor jó. Hanem a főezredeshez kell elmennem. Mire én persze elrohantam a főezredeshez, és elmondtam neki, hogy komédia volt az egész. Itt lakik Nyüglődi. Tessék, itt a behívó leveled holnapra. Parancsolj! Köszönöm szépen. Most aztán mehetek. Őrségbe hónap. Mint hogyha nem örülnél volna, nem örülnél neki. Túlságosan. Te istentelen gazfickó! Hát nem tudod felfogni, hogy az én szavamra mondta ezt a portás? Hely, Nyüglődi, Nyüglődi. És ez hazugság? Az ilyesmi nem való! Icipici hazugság, úgy szóval füllentés. Te mondtad azt, hogy zsupsz, ráugrasz? Hát én most ennek kitekeltem a nyakát! Kétségtelenül így van! Kétségtelenül! Azt hiszem, egy icipicit túlzásba viszi a dolgokat. Fel kell öltözzek! Hozd ide a kabátom! Ott van azon a széken! Hogy az a ragya? Kell röhögni rajtad. Mit nevetsz? Hogy nézel ki, mint egy rosszul kitömött paprika, Jancsi? Micsoda? Úgy kell röhögnöm rajta, de nem tudok. Te hisz ez egy lehetetlen frát, he? A kabátom! Előbb azonban húzd össze hátul a mellényem. Na jó van. Majd vigyázok, hogy ne fájjon túlságosan. Ez fáj, te állat! Nem tudnál jobban vigyázni! Persze, komám, mert túl sok rajtad a kappan. Akkor is! Nem vagyok kíváncsi a véleményedre! Azon kívül... Nálamnál sokkal rondább alakok is vannak a világon. De nem sokan. Hasad az ekkora! Nincsenek lábaid! Úgy nézel ki, mint egy uri tök. Na most már elegem van belőled! Miért? Mert őszinte vagyok. Ami a szívemben, az a számom.
Hozd ide a sublótomból az új parókámat! Parókát? Parókája is van! Azt mondtam, hogy hozd ide! Parókája is van az úrnak! El fogok szakadni, a parókája is van! De hisz ez egy lehetetlen állat. És kétlem, hogy ott járt, ahol az ízlést osztogatják. Uram! Takasz! Fennhéjasini asszony van itt, és szeretne az úrral beszélni. Titokban, négy szem közt. Fennhéjasini asszony? Egy ilyen szép asszony. Az én remete lakomban. A teremtésit. Kár, hogy nincs rajtam az új paróka. Na, de most már mindegy. Eresze be nyugodtan. Várják, asszonyom. Uram, asszonyom! Szerezze meg nekem azt az örömet, hogy egy kicsit leül nála. Nem lehet. Egy percre jöttem mindössze. Szemtől szembe még bájosabb! Uram, mit szól ehhez a lépésemhöz? Azt, hogy olyan, mint a gazelláj. Tehát könnyednek találja. A könnyed ikertestvére, a könnyelmű. Egy szóval könnyelműnek találja. Ó, ezt nem mondtam. Távol álljon tőlem az ilyen gondolat. Pedig milyen igaza van, hogy felmertem jönni ide. Egy nőtlen férfihoz a férjem tudta nélkül. Asszonyom, nem tudok elképzelni szebb dicséretet, mint amikor egy hölgy a férje nélkül jön föl egy nőtlen férfihez. Ej, de zsivány vagyok. Azt fogja rólam hinni, hogy túlságosan tapítatlan vagyok. Folytassa, könyörgöm, folytassa. Nem volt ma reggel itt Fennhéjasi úr? Micsoda? De itt volt. És ugye kölcsönkért. Micsoda? Fennhéjasiné, a 4000 pengőért jött. Ilyen körmön fonton akarnak levágni? Üglödi, légy hozzá fagyos, és kimért. Valóban, asszonyom, úgy futtában erről is volt szó. Hogy is mondjam, úgy mód felett kutyafuttában. Nekem is elmondta. Na, majd nem. Igen, és most az ő tudta nélkül vagyok itt. Igen, igen. Süttyomban jött, ugyebár. Ilyen furcsa szavakat használni, hogy süttyomban. És most arra kérem, könyörgöm. Na, mit mondtam? Hogy nehogy kölcsön adja Fennhéjasi úrnak azt a 4000 pengőt. Micsoda? Asszonyom, szerezze meg nekem azt az örömet, hogy egy kicsit leül nálam. Ej, hogy én milyen zsivány vagyok. Ugye megígéri, hogy nem ad neki? Ugyan, hogyan is utasíthatnám vissza azt a szegény Fennhéjasit? Kegyetlenség volna, vagy kegyetlenség? Már magának is a kedvében szeretnék járni, asszonyom. Akkor hát nem tudja? Mit kellene tudnom? Nem. Nem volna szabad elmondanom. De hát a férjemnek van egy iszonyú szörnyű szenvedélye. Talán az ivásnak adta a fejét. Nem. Nem. Hanem belebolondult. Imádja a valósággal bálványozza a lovakat. Micsoda? A világnak a leggonoszabb teremtményeit? És semmi kecs nincs bennük. Bizony. Azon kívül eddig engem is mindig levetettek a hátukról. Bizony, uram.
és ezért az egész életét az istállójában tölti. Az az ő szalonja, dolgozó szobája, budoárja. És hálószobája. Az már nem. Persze, persze. Akkor is szörnyű. Egész nap a trágyába ágyazva élni, mint egy sárga dinnye. Fúj. De mit tehetnék? Már beletörődtem abban, hogy mindig és mindenről le kell mondanom. A legutóbb is szerettem volna egy kásmírkendőt. És? Fenhéjesi úr egy póni lovat vett helyette magának. Asszonyom! Maga mártír! Egyszerűen a lósport áldozata. De már azt nem szeretném, ha ez a szörnyű szenvedélye egészen tönkre tegye. Tehát ugye akkor megegyeztünk. Nem adja kölcsön a férjemnek azt a 4000 pengőt. Ó. Pillanatig sem kell aggódjon, asszonyom. Hogyan is tudnék megtagadni egy ilyen nő kérését. Ugyan üljön már le, kérem. Miért kérek ki magát ennyit? Köszönöm. Olyan jó a hozzám az úr, de mégsem ülhetek le. Így sokkal kényelmesebben elbeszélgethetnénk. Uram! Uram! Ez a krokodilus volt az. Honnan tudjam? Kifelé! Jobb, ha távozom, mert ha férjem csak sejtelés. Ó, nem még. Hadd nézzem el puha arcélét, orrát. Merről egyenesen Görögország jut eszembe. És ezeket a mandula vágású szemeket, melyek mégse keserűek, hanem édesek. Oly édesek. De uram, és a haja, milyen szép, hullámokkal teli, édeli, isteni. A hajára magának se lehet panasza. Azt hiszi, hogy a sajátom. Igaza van, asszonyom. Igazán nem lenne szép tőlem, ha nem lennék megelégedve vele. Sőt, a természet egyenesen bőkezű volt hozzám, ami hajat illeti. Behoztam, tessék! Mit akarsz? Hát ez meg micsoda? Ez? Nyüglődi úr legszebb parókája? Nem igaz! Sose láttam. Dehogy nem. Fogd be a szád, te állat! Hallotta? Azt mondta, hogy fogjam be a számot. Nem. Kell ennél több bizonyíték. Persze, hogy az övé. Nem is tudtam, hogy maga parókát hordó. Egy csupán karneválkor. Farsang idején, amikor állatos bába megyek. Asszonyom, remélem nem hiszi azt, hogy én... Isten vele, uram. Ne féljen, számíthat a diszkrécióra. Asszonyom, a fene ezt a bugrist. Hogy eltolta nekem ezt a nagyszerű alkalmat? Fenhéjasi úr van itt. Szent Isten, végem van. Hogy? Mert iszonyatosan féltékeny, és magát is megöli, uram. Hogy aragya verje ki? Szilvi, mondd neki azt, hogy nem vagyok itthon. Még mit nem? Hazugságra tanítja ezt a leány. Szép kis dolog, mondhatom. Erre, uram, erre! Itt van a szobában nyüglődi helyünk. Jézus Mária, most mi lesz velem? Gyorsan itt a szobán keresztül kiütött az utcára. Jöjjön, uram, jöjjön! Már várják! Az asszony meg hová lett? Jó napot, nyüglődi! Nem zavaró. Dehogy. Éppen sétálni készültem, ha velem tartana. Csak egy pillanatra ugrottam fel a 4000 pengőért, amiről ma reggel beszéltünk.
Nagyon sajnálom, kedves barátom, de az a pénz, amire számítottam, egyszerűen nem áll módomban. Hogy nem áll módjában? Van neki pénze? Csak nem akar magának adni belőle. Az idegeimre megy a fickó. Nyüglődi. Lehetséges ez? Elhiheti nekem, kedves barátom, ha volna ennyi pénzem, akkor szívesen a rendelkezésére bocsátanám. Ezen aztán nem múljon. Beosztottam ugyanis. Nem ismeri kellőképpen a pénzügyi helyzetemet. Az igazság az, hogy hétpengő az összvagyonom, és ebből egy hétig kell ebédeljek. Na most boldogak lehetnek. Tessék, itt a 4000 pengő. Állat! Ez meg honnan? Nyüglődi úr, élveszítette? Én megtanáltam, és visszahoztam neki. Persze, persze. Csak úgy beledobtam a fiókba, hisz ez az ember rosszabb, mint a pest is. Maga az ördög. Tessék, parancsoljon. Egy, kettő, három, négy. 4000. Ezzel köszönet, drága barátom. Most sietek, de este majd találkozunk. Nincs mit! Ennyi. Megmertem volna esküvőt. Hogy? A fészkes pitfenébe! Ki ez a... Ez a napernyő. Az unoka húgomnak vettem. Ne egyenek. És napjára. Igen. Mit mond? Nem mond igaza. Csak épp ezt a néhót a pírba csomagolja. Hazugságot. Ezt az esernyőt egy ifjú hölgy hagyta itt, ki nagy piros kalapot visel. Nagy piros kalapot? Ugyan. És egy fehér kendő volt a nyakán. Ő az? Tudtam. Az ördög. Ő az? És hol van most ez a hölgy? Engedje meg, hogy megmagyarázzam. Nem maga. Te mindig az igazat mondod. Mindig. És hol van most ez a hölgy? Az igazság, hogy délelőtt még itt volt, de fogalmam sincs, hogy hová lett. De megkönnyebbültem. Akkor én most hazarohanok megnézni, hogy megvan-e a feleségem. Napernyője! A szobajtóból eltűnt a kulcs. Nem tudok kimenni. Na hisz ez itt van a nő! Itt van! Oh. Nyissa ki! Hogyan merészeli? Nyissa ki azonnal az ajtót! Elvége még sincs otthon! Uram, előbb adja vissza a felségem, aztán majd tárgyalunk! Nyissa ki azonnal az ajtót! Szolgálatait! Igény tovább! Nem tartok! 30000 pengő! Nyissa ki! Örömmel elmegye! Istenem, bácsikám! De megnőtt, mióta utoljára lát. Színvé, milyen forfangos és agyafúrt ez a lány. Már elment, nincs semmi baj. Mi az? Semmi. Isten veled, unokahúgom. Omnibusszal menj, és csókold homlokon a férjedet helyettem is, ha átszállsz rá. Hát, adom, bácsikám! Bocsánat! Ez a napernyő az enyém! Asszonyom! Jövődik! Hogy az unoka húga, vagy sem?
Érdekel is engem, ha egyszer nem az én feleségem. De hisz ez nem ugyanaz a nő. Úra! Ez a nyakkendő tűje! Mit akarsz? Nem látod, hogy vendégeim vannak? Ifelé! Ifelé! Az a nő alacsonyabb volt, és szőkébb. Mégis csak ő az. Itt valami titoklappang. De nem vernek át. Ki fogom deríteni. Ha 5 perc múlva lejössz hozzám, 20 pengő üti a markodat. Lent várlak a kápiházban. Na, megnyugodott, kedves barátom? Nem is tudtam, hogy ennyire féltékeny. Beismerem. Tévedtem. Nem is értem, hogy hogyan gyanúsíthatta meg magát egy ilyen jó barátot. Meg jó, hogy nem öltem meg haragomban. Ejha! Elsápadt. Adjú, akkor este találkozunk. 5 perc múlva várlak. Ott leszek. Lódulj te is innét! 30 000 pengő! Különben nem megyek sehová. Semmit, hogy neked adjam! Szívesebben alapítanék egy társaságot kártékony állatok ártalmatlanná tételére. Beleértve természetesen a vízhordókat is. És ha belegondolok, hogy egy nap híján még 9 évig boldogít. Ha tudnám, hogyan szabaduljak meg tőle. Valami dereng az agyamban. Ha volna valaki a környezetemben, mondjuk egy kissé már bekormozódott angyal, annak elmondaná. Megvan! Szilvi! Visszavittem neki a napernyőt. Fennhéjasiné asszony erényé nem esik csorba. Szilvi! Az imént igen derekasan viselkedtél. Nagyon hálás vagyok neked, érte? Nézd csak jól a szemembe. Igen, így. Mondd csak. Nem látsz valami Mephisztófélét a mélyén? Belement valami? Mondd csak, Szilvi. Hogy tetszik neked a barátocskám? Akit ma reggel szereztem be költségeket nem kímélve. A vízhordó? Ő. Hát, uram, szép férfi, meg kell hagyni. Jó van, Szilvi. Szilvi, kedvem volna összeházasítani őt veled. Velem? Egy feltétele. És pedig? Figyelj jól rám. Az ilyen nőkről, mint te vagy. Eddig csak a regényekben olvastam. Ott vannak ilyen női démonok. Ne tiltakozz! Csak megszakítasz gondolataim menetében. Ezek a női démonok. A kétszínűség és a rászedés megtestesült alakjai. De, uram... Ne tiltakozz! Neked én, Szilvi, azt a megbízatást adnám, hogy vezesd a vízhordót. Ezt a félig meddig még vad embert. Arra az útra, amelyet te eddig oly nemesen befutottál. Tehát, ha arra kérnélek,
hogy emeld fel őt magad mellé. A hazugságnak ama szintjére, amelyen te oly fennen állasz. Engedelmet, uram. Nincsen semmi engedelmet. Folytatom tovább. Tehát, ha kezedre adnék egy őszinte, túlságosan is őszinte férfiút, az igazmondás egy tántoríthatatlan alakját azzal, hogy taníts meg hazudni. Mit hazudni? Hárjánoskodni. Mondd csak, éreznél hozzá kellő erőt? Hát, uram, azt hiszem megpróbálhatnánk. Remek. Makacsi a tied! Milyen jó hozzám az úr. Eredj! Repülj galambon és megcsinálod a szerencsét! Gyurdát mielőbb! Hízelgővé! Hízelkedővé! És hazuggá! Igenis, uram. Bátran és merészen fogsz hozzá, Szilvi! Még hogy tanítsam meg hazudni, milyen fura ötlet. Az ilyesmit rendszerint nem lehet megtanulni. Vagy van az embernek adottsága hozzá, vagy nincs. Milyen derék ember ez a fenhéjasi. 20 pengőt ígért, hogyha ma estig. Nyüglődítől pedig 5-öt kapok. Nem is olyan rossz üzlet ez. Igazat mondani? Nem. Vett észre? Ó, Szilvi kisasszony, hát maga az! De kár, hogy nem őszinte. Pedig milyen szép leány! Hol van a szalonna, hé? Csak nem éhes! De! Várjon magának, a csirkéből adok! Süsse meg a csirkét, nem kell nekem abból! Nem szeretem az olyan csirkét, ami 2 pengőbe került, és 10-et vasaltak be érte! Jaj, Makacsi úr! Hát nem azért mondtam én azt a 10 pengőt, mintha enyves volna a kezem. Dehogy is! Hanem! De kár, hogy nem őszinte! Pedig milyen szép le! Hát, tudja, Nyüglödi úr nagyon különös ember, és azt szeretné, hogy rossz seprős borokat szolgáljak fel frissítők helyett. De én nem szeretném, hogy a vendégek azt gondolják, hogy ez nem egy úri ház. Ezt egy lebújban meg lehet csinálni, de nem itt. Ezért aztán, amit a csirkén megspóroltam, azt italra költöm. A vendégeknek. Hát ez egy egészen más. Bravo! Ez nagyon tisztességes dolog magától, Szilvi kisasszony. Nem bánom! Kössünk fegyverszünetet! És pecsételjük meg egy csókkal! És azt talán becsületes dolognak tartja, olyas valakivel csókolózni, akit még alig ismer. Fedzi már a horgot. De hiszem, semmi akadálya, hogy megismerkedjünk. Jaj, átkozott! Tessék! Aj, egy szúnyog! Jaj, de megcsípte a karom! Mutass, hadd nézzem meg! Jaj, ne szorítsa ennyire, ennyi! Milyen finom! Mintha egy nyuszi, sejmes szőrét simogatna. Maga hízelkedő! Olyan gömbölyű! És párnás! Hogy a ragya verje ki? Megcsókolhatom? Na végre! Ha én elmondhatnám, hogy mit érzek! Ejha. Hát, mondja csak, meghallgatom. Én roppantul szeretlek téged. Ejha. Igen, ebben én kételkedem nagyon. De is a becsületembertől? Nem, csak nem összeegyeztethető. Maga túlságosan szereti az igazságot. Márpedig csalfa műfaja nő. Thank you.
ablakot. Melege van talán? Nem, csupán egy titkos távirat. Azt jelenti, Szilvi kisasszony, fölmehetek magához? Kicsoda? A kedvesem. Micsoda? A pincér a szemközti kávéházból. A kedvese? Igen, és hogyha kinyitom, akkor azt jelenti, jeljöhet, nagyon várom. Aradja verje ki! És éppen velem nyitotta ki! Betapta már a horgot. Jobb, ha idejében megtudja, azt is mondja, hogy elvesz feleségül. Mondani én is mondhatom. Én is mondhatom. Maga? Tudja mi maga? Élhetetlen. Élhetetlen? Míg a legtöbb ember legalább ravasz. Ravasz leszek. Vagy még inkább agyafúrt. Agyafúrt leszek. És hazug. Ha nem, az soha. Az összeegyeztethetetlen a jellememmel. Akkor nyissa csak ki azt az ablakot. Rá ezer ördög és jégeső. Hát, miért baj az, hogyha én mindig megmondom az igazat? Tudja, elmondom én magának. Majd ha egyszer csúnya és öreg leszek, nem szeretnék egy olyan férjet magam mellett, aki mindezt naponta százszor a szemembe is vágja. Akkor majd nem mondom sohasem. Akkor nem mond igazat. Aradja, verje ki! Bár nem értem, hogy egy icipici kis hazugság miért lenne az rossz, hogyha nem állt senkinek, sőt, esetleg talán hasznára is válik. Tulajdonképpen... Szalonna humban! És ha mindig csak az igazat mondanánk, akkor a környezetünk egész életen át sértésként venni az összes szavunkat. Lehet, hogy igazol. Szalonna humban! Hely, de nehéz, pasi! Ajajajajajajajaj! Megint egy szúnyog! Hadlám! Ha akarná, egy életen át simogathatná. Hogy az a fészkes ragya? Nem! Szalonna humban! A konyhában van, az ostoba fráter! Köszönöm! Nincs mit! Te kár, hogy nem őszinte! Pedig milyen szép leány! Még csak adta be a horgot! Na! Hogy haladsz velük? Kezd már meg szelidülni! No, hogy ne! Úgy durható, úgy hajlítható, mint a kő. Inkább lemondok róla. Már is, Szilvi! Igazán, jobban is megerőltethetnéd magad. Én mindent elkövettem, nem az én hibám. Mindent? Az kevés. Sűkös levél az úrnak. Kifele. Fenhéj a sinétő. A szép fenhéj a sinétő. Minden elveszett, hogy elveszett. A férjem ragaszkodik hozzá, hogy elmenjek vele ma este magához. Sikerült megvesztegetnie a maga barátját, az estély kellős közepén meg fogja mutatni neki azt az asszonyt, aki magánál jár délelőtt. Várom! A mindenit. Utóirat. Tegyen valamit, könyörgöm. Mindketten veszélyben forgunk. Fenhiasi épp most tölti meg a pisztolyait. A pisztolyait! Jó, benne vagyok a pácban. Micsoda vérfürdő lesz itt? Ha csak rá tudnám beszélni valahogy. Arra, hogy hazudjon. Felejtsen! Olyan makacs, mint egy összvér. Ó, igazság, igazság. Ábrándultam belőled örökre. Itt van, ami haszna.
a semmire kellő. Csak rá tudnám beszélni valahogy. Jó napot, kis makacsim! Jó napot! Jó napot! Eszegetünk? Eszegetünk? Aha. Aztán nem állt a sétálni még, mert különben megüli a gyomrocskádat. Nem megy, dolgom van. Fennhíjasi van. Mi lenne, ha elmennél és meglátogatnád a volt kollégáidat? A vízhordókat. Olyan vicces emberek ezek a vízhordók. Jó van. Elmegyek. Majd holnap. Hát egy kullancstól könnyebb megszabadulni. Most inkább Szilvi kisasszonynak segíte. Nem kell nekem a maga segítsége. Majd átjön a pincére szomszéd kávéházba. A pincér! Hogyan hagyja már egy pár hajzat pofáját? Hogyan már észre így beszélni egy ilyen előzékeny úriemberről, aki még hazudni is hajlandó értem a gazdának. Hazudni? Még kell ebből ekkora kázust csinálni? Nem. Az soha. Hát ha nem, hát nem. Akkor kénytelen leszek elküldeni valahová. Valahová messze a fenébe. Barátom, szeretném, ha elintéznél nekem ma este valamit. Ma este kizárdul. Egy fél óra múlva itt vagy. Akkor lehet róla szó. Lou halálában kivágtatsz valamelyik állomásra. Melyikre? Mindegy. És veszel egy jegyet. Te második osztályra vedd, az szebb is, jobb is, meg persze olcsóbb is, mint az első. Veszel egy jegyet Röcsögére. Az meg honnan? Valahol Köcsöge mellett. Ugye, Szilvi? Igen. Szép időben még a templom tornyait is látni. És? És ha megérkezel, akkor elmegy a rendőrségre, és azt mondod, uram, nincs útlevele. Ez igaz is. Nem akarom én, hogy hazudj, de hogy akarom. Uram, nincs útlevelem. Szíveskedjék szállást biztosítani nekem. És utána azonnal visszajövök. Haladéktalanul! Na jó van. Fennhíjasi úr és felesége. A szentségét! Elég gyorsan a szobán keresztül gyorsabban leérsz. Mindjárt előveszni, leszem. Majd út közben, hogy le ne késd a vonatot, gyerünk! Siess! A vonat nélkül megyek. Indulás! Fennhíjasi úr és felesége. Az utolsó pillanatban szabadultam meg tőle. Tudnák, mennyire örvendek, kedves barátaim. Üdvözlöm. Üdvözöl. Te nagyon kényszeredettem, mondta. Megkapta a levelemet? Meg. A fickó épp útban van, Röcsöge fele. Mi az? Semmi. Csak épp megijesztem, kedves felesége ő nagyságának, hogy mintha ma van... Milyen jó kedvében van ma, kedves Fennhíjasi barátom. Valóban. Milyen jó szeme van. Hol az ördögben lehet. Azt ugyan keresheted. Makacsi úrat nem hívta meg? Nem látom itt sehol. Itt kell, hogy legyen. Valahová. Elkóricált a bitangja talán. Nincs szerencsém. Szent Isten! Miért jöttél vissza, te szerencsétlen? Rosszul van? Elfelejtették pénzt adni. Olyan sápot az arcszíne. Tessék itt a tárcám! De szedd a lábod, ne különben lekésed a vonatot. Nyüglődi. Hát ha így előkerült a barátja.
Én valami meglepetést ígértem. Nos, mindjárt Frissa lesz benne. Maga roppant vicces kedvébe van ma, kedves fennhíjasi barátom. Meg fog ölni. Emlékszel, hogy mit ígértél? Persze. Én idáig mindig megtartottam a szavamat. Ráismersz a hölgyre? Mit képzel? Kompromitálni akar? A pincér! Ajjára, ajjára, erre ki a perrajdet, pofája! Ha egy szót mersz mondani, még ma este hozzámegyek. Mi ma este? Meg mi a fészkes figyfenét ne? Na mi hasz, meg mi mutál? Mégsem ő volt az! Az a nő. Ilyen magas volt, és ilyen széles. De ha reggel hazudott nekem? Igen. Hazudtam. Hazudott! Bocsásson meg, asszonyom! Hazudott! Fúj! Fúj! Tévedtem! Becsúnya az ilyesmi! Tettem ezt! Vigyázzon, összegyűri! Nyűlődj a kabátja. Nem vagyok már az, aki voltam. Már nem az, aki volt. Hát sikerült őt is rajta kapnom a hazugsága. Tehát ha egyszer ilyen az emberiség... Ebből az a tanulság, hogy egy bájos kis hazugsággal, egy icipici hazugsággal az ember gyakran többet ér el, mint a mesztelen igazsággal. Mert hát ilyen. Ilyen a világ.
szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Szeretnénk mindenkit meghívni egy pohár borra és egy pár pogácsára, hogyha van idejük még maradni, elbeszélgetni, és egy év múlva következő előadásunkat megint mindenki szívesen látom. Megint.